Jó estét kívánok a Kör Televízió nézőinek! Önök a Kör TV híradóját látják. Kedves nézőink, megvan a bűnös. Az a város, amely nem engedte a Honvéd Sportegyesület számára, hogy edzőpályát építsen itt a város előtti Dunaparton, ez a város lesz annak az oka, hogyha a magyar kajakkenu válogatott nem nyer az atlantai olimpián bármilyen érmet. Már megint az országos sajtó középpontjába kerültünk, tisztelt nézőink, mert megint hiányzott a sajtótisztesség, az etika, a hozzáértés és a tények kellő hozzájárulása ahhoz, hogy valaki úgy nyilatkozzon egy ügyről, hogy legalább elmélyed abban, amiről így ítéletet mond. Az elmúlt héten a Telesportban Kaplár F. József műsorvezető konferálta fel azt az anyagot, amelyet itt a Ráckevei Városi Polgármesteri Hivatalban Kulcsár István polgármester úrral készítettek abban az ügyben, amely immáron lassan fél éve borzolja a ráckevei polgárok kedélyeit. Miről is van szó? A Ráckevei Sportegyesület az elmúlt év novemberének végén az egyik műszaki alakulat segítségével egy vasból készült szülepsort vert le a Ráckevei Dunapart szakaszon. Ezzel mindenki számára, idegeneknek is olyan élményt szerezve a városról, amely elrondítja, elcsúfítja a városképet, hiszen ezzel találkozott mindenki, aki először ide fölhajtott az Árpád hídra. A vita arról folyt az önkormányzat és a Honvéd Sportegyesület között, hogy megépítheti-e az egyesület. Kétségtelen, hogy a törvények szerint a ráckevei önkormányzatnak nincsen vétójoga az engedély kiadása tekintetében, de egyéb szakhatóság engedélyek kellenek hozzá. Az építés pillanatában a Honvéd Sportegyesület egyetlen levéllel még csak nem is engedéllyel rendelkezett. Felolvasnám ennek ide vonatkozó passzusát. A Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság adta ki egy osztályvezetői aláírással a következő levelet, amelynek a lényege: jelen határozatlan ideig, azaz visszavonásig szóló hozzájárulásom nem pótolja a többi esetlegesen szükséges hatósági hozzájárulásokat. Javaslom továbbá az önkormányzat és a MOHOSZ megkeresését is. Ez az egyetlen dokumentum volt az építés pillanatában a Honvéd Sportegyesület birtokában. Ezen kívül semmilyen szakhatósági engedéllyel nem rendelkeztek. Jogtalanságot követtek el a köd és a hó leple alatt. Kérem, hogy először tekintsék meg a Telesportból készült válogatásunkat, amely sajnos fekete-fehér technikai okok miatt, hiszen a Magyar Televízió SZEKÁM rendszerben sugározni pedig PÁL-ban. Majd pedig az ügy két főszereplőjével, Stáli István jegyzővel és Detrik Lászlóval, a Ráckevei Önkormányzat pénzügyi bizottságának elnökével, aki a polgári engedetlenségi mozgalmat összehozta, szervezte. Kedves nézők, az elején már jeleztem, hogy van egy botrányízű beszámolónk is, előzetes információként azért hadd mondjam el, hogy az ügyben leginkább érintett a Honvéd Vesztel kajakozó, kenuzó, kajak, kenu szakosztálya, tulajdonképpen sikersportágunk egyik aranygyártó műhelye. És csak halkan jegyzem meg, hogy Atlantáig már csak 5 hónap van. Néhány nappal ezelőtt itt Ráckevén még volt egy edzőpályája a Honvédnak, már viszont eltűnt. Mi lett vele? Egy elkészülében lévő edzőpálya volt, az alapjai voltak lerakva. Ezeket az oszlopokat, a pálya alapjait, ezt kiszedték az emberek. Ez hogyan lehetséges, hiszen ahogy itt megnéztem ezeket a cölöpöket vagy oszlopokat, hát ezek őrült súllyal bírnak. Hát igen, ezt egy komoly műszaki alakulat verte itt le, és hát ez nem egy egyszerű dolog ezt kiszedni, ez nagyon komoly műszaki felkészültség kellett. A cölöperők tájékoztatása szerint közel 4 métert volt a talajban ezek az oszlopok, és ezek olyan súllyal bírtak, tehát a műszaki adatok, én nem igazán értek ezt, de amikor elmondták, akkor azt mondták, hogy egy ilyen mélységű, ilyen szilárdságú oszlopokra 60 tonnás hüdet lehet építeni. Hogyan tudták kiszedni ezeket az óriási cölöpöket? Szinte puszta kézzel. Komolyan? Komolyan. Ezeket géppel verték le, és hát... Hát engedje meg, hogy én ezt nem minősítsem. Minden esetre tény, hogy minden különösebb gépi technika nélkül szedték ki ezt a ráckevei polgárok. Ez nem a vízparti lakosok egyéni akciója volt, hanem, ha úgy tetszik, ez a polgári engedetlenségi mozgalom keretében is sorolható tulajdonképpen. Összeálltak azok a fiatal emberek, vagy kevésbé fiatal emberek, akik úgy gondolták, hogy egy
engedély nélküli építkezés legalizálásának a lehetőségét is meg kell akadályozni. Nem tudom, a polgármester úr miért állít ilyet. Ezt csak úgy lehetett kihúzni, hogyha komoly műszaki felkészültségű emberek ide kivonultak nagy erőkkel, és ezt kihúzták. Én egyáltalán nem értem, hogy tudott ehhez segítkezni egy polgármester, egy hivatalos személy, egy jegyző, a tűzoltó parancsnok, és hát a város olyan önkormányzati tagjai, akiknek az lenne a feladatuk, hogy az ilyen akciókat megakadályozzák. A vízügyi hatóság, tehát a Közép-Duna vízügyi igazgatóság ott felhívtuk, amikor tudomást szereztünk arról, hogy itt a ködleple alatt folyik a cölöperés. Ez mit jelent, hogy ködleple? Köd volt tényleg? Vagy? Szabályos köd, nem is lehetett látni, hogy tulajdonképpen mi folyik a Duna medrében, és két napos köd után, mikor felszállt a köd, akkor láttuk, hogy mi történt. Az utolsó előtti napokon jelentek meg az önkormányzattól, és kérdezték, hogy egyáltalán mit csinálunk itt, és hogy hát milyen alapon. Hát elmondtuk, hogy hát a terv szerint készül itt a pályának az alapja, és majd 96 tavaszán lesz befejezve. A megépítéssel kapcsolatban mindenféleképp pontosítanom kell, hogy a Honvéd Sportegyesület nem rendelkezett építési engedéllyel. Az engedélyeztetést 94 tavaszán kezdtük el. A meder kezelőjétől, a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóságtól kaptunk engedélyt, különböző előírásokkal, hogy és miként kell ezeket a törököket elhelyezni a mederbe. A pálya ezen a helyen való felépítéséhez nem tudunk hozzájárulni, ugyanis véleményünk szerint a pálya itt történő létesítése rendkívüli módon zavarja Ráckevének a Dunaparti látképét. Ezek után önök mit fognak tenni? Újabb cölöperés lesz itt, vagy valami más? De szeretnénk az olimpiára kellőképpen felkészülni, szeretnénk a pályát elkészíteni. Szándékosan hagytuk így befejezetlenül, mert az ügynek biztos, hogy nincs még vége. Jegyző úr, milyen hatósági engedélyeket kell beszerezni ahhoz, hogyha valaki a Dunamederbe vascülöpeket akar leverni? Egy ilyen vízimunkának több engedélyezési fázisa van. Részben szakhatóságoknak kell nyilatkozni, valamint a közlekedési felügyelet hajózási hivatala ad ki hatósági engedélyt. Szakhatóságnak mindesül ez esetben a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság, valamint a vízrendészeti kapitányság. A Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság erre a konkrét beruházásra egy állásfoglalást adott ki még 1994-ben, amiben azt írja le, hogy ha engedélyt kérnek, milyen feltételeket kell produkálni. Ezt az eljárást megindítandó itt jártak 1994-ben a képviselőtestület előtt a Sportegyesület képviselői, ahol előterjesztették a javaslatukat, a testület pedig egyhangulag úgy nyilatkozott, hogy ebbe a formában nem jár hozzá az építkezéshez. Ezek után tudomásunk szerint és a rendelkezésünkre álló iratok alapján semmi egyéb más hatósági engedélyt nem szereztek be. Ráckevő városának kellett volna kiadnia valamilyen engedélyt ez az építkezéshez? Törvények szerint? Engedélyt nem kellett volna, egy nyilatkozatra van szüksége a beruházónak ez esetben, amire a vízügy is felhívta a figyelmet, hogy be kell szerezni az engedélyek mellé az önkormányzat hozzájáruló nyilatkozatát. Elnök úr, a polgároknak és a képviselőtestületnek mi volt a véleménye erről a cölöpsorról? A közmeghallgatáson is felvetődött ez a kérdés, és a közmeghallgatáson is kritizálták azt, hogy ezt a szép látképet ilyen oszlopokkal csúnyítja el a Honvéd Sportegyesület. Mikor itt járta a Honvéd sportvezetése, akkor a képviselőtestület kimondottan arra kérte a Honvéd vezetőségét, hogy olyan rendszerben tudja ezt elképzelni, amely mobil, felszedhető, vagy pedig abban is segítséget tudunk nyújtani, hogy az ott levő támfalakra szereljék fel ezeket az érzékelőket, amelyeket ők akartak. Ezt akkor úgy éreztük, hogy tudomásul veszik. Aztán hirtelen az oszlopok megjelentek, és ekkor kezdődött el a felháborodás, testületülésen is többször tárgyalta a képviselőtestület, és azt a felhatalmazást adta a hivatalnak, hogy minden módot próbáljon fölhasználni annak érdekében, hogy ezek az oszlopok elkerüljenek. A hivatal mindenhova levelezett, akinek lehetett, a Honvédelmi Minisztériumtól kezdve a vízügyi igazgatóságnak, és 3 hónap elteltével sem történt semmi. Ekkor lakossági
a nagy lakossági felháborodásra való tekintettel a képviselőtestület azt mondta, hogy valamilyen hathatosabb eljárást kell folytatni, és ekkor szerveződött meg ez a lakosság által úgymond engedetlenségi mozgalom, amely az lett a következménye, hogy ezeket az oszlopokat a lakosság egy nap alatt eltávolította. Elnök úr, mekkora fizikai munkát igényelt ezeknek az oszlopoknak a kiemelése a Dunamederből? Nem volt egyszerű feladat azért ezeket az oszlopokat kiemelni, mert egy oszlop több mint két más súlyt képez, de hát mivel annyian volt a lakosság, olyan sokan voltak jelen, akik segítettek ebben a munkában, úgyhogy a 22 oszlopot végülis 6,5 óra alatt sikerült eltávolítani a Dunamedréből. Jegyző úr, milyen pályát akart egyébként a Honvéd Sport Egyesület ide építeni, hiszen egy pálya van már, amit ilyen mozgatható bójákkal használ edzési idényben? Ez ennél jóval korszerűbb edzőpálya lett volna itt Ráckevén. Ezeken a stabil oszlopokon különböző érzékelőket helyeztek volna el, ami végül is számítógébe gyűjtötte volna a sportolók adatait, csapásszám, pulzusszám, szívritmus, stb. És ez alapján tudták volna az edzők értékelni, hogy mint milyen kondicionáló edzéseket kellett volna folytatni a sportolóknak, hogy javuljon az eredményük. Az föl sem merült a Honvéd Sport Egyesület vezetőiben, hogy ezt kevésbé frekventált helyre telepítse? Az 1994-es képviselőtestületi ülésen a testület tagjai jeleztek többfajta megoldást is az egyesület képviselőjének, de 1994 óta semmiféle kapcsolat nem volt az önkormányzat és a sportegyesület között. Elnök úr, ez azt jelenti, hogy akkor Ráckevén most sportellenes hangulat van? Egyáltalán nem azt jelenti, sőt, most is szeretném megerősíteni, mint hogy a képviselőtestületi üléseken is megerősítettük, hogy mi támogatjuk a Honvédnak a próbálkozásait, főleg azért, mert olimpiai éve van, és hajlandók vagyunk akár új tárgyalásokat folytatni, hogy ez a pálya elkészüljön itt Ráckevén, de nem ilyen formában, és nem itt, hanem új helyen, új formában. Ha Honvéd ezzel a képviselőtestületet meg fogja keresni, én biztos vagyok abban, hogy úgy, ahogy ezek az oszlopok elkerültek a helyéről, ugyanolyan társadalmi segítséget is tudunk szervezni, hogy ezek az úgynevezett pálya megépüljön Ráckevén, de leszögezem, nem itt és nem így. Mi szeretnénk az hosszú távon itt maradni ez a sporttevékenység, hiszen elmúlt ősszel az egyesület kérésére hozzájárult a képviselőtestület, hogy a Dunaparton lévő stégüket újítsák fel és jóval nagyobbat építsenek. Ennek a döntésnek a fontosságát emeli, hogy egyéb más területen tilalmat rendelt el a testület, kizárólag csak a sportegyesületnek engedélyezte ezt. Ezen kívül ugye közismert ráckevélyek előtt, hogy a mostani Honvéd telepén faházakból áll. Ez szeretnék komolyabb, korszerűbb épületeket cserélni, ehhez is az elvi engedélyt a rendezési terv módosítással megadta nekik össze a képviselőtestület. Ezen túlmenően nagy vita volt arról, hogy a sporttelep előtt egy ilyen úszó lakóhajót helyezzen el a sportegyesület. Ezt is hosszabb vita után engedélyezte a képviselőtestület. Tehát a kezdeményezésre, ha ez Ráckevéhez illő módon történik, a városképhez illő módon, akkor ennek kedvező fogadtatása. De ha nélkülünk vagy éppen a ráckeveiek érdeke ellenére történik valami, hát ezt nem szeretnénk, hogy ez hosszabb távon így maradjon. Február 19-én a Ráckevei Ácskári Művelődési Központban sajtótájékoztatót tartott Kabai Sándor, a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság igazgatója. Aktuális kérdésekről szólt ez a sajtótájékoztató, például árvíz, belvíz. Sajnos aktuális lesz hamarosan. És legalábbis egy kérdés erejéig visszatérünk az elmúlt riportban látott szöröpsorra is. Most tulajdonképpen azt mindnyájan láttuk és tapasztaltuk, hogy rengeteg csapadék hullott le ezen a télen, rengeteg hó, ezt tudjuk, hogy ez elolvad. Mindenkiben felmerül a kérdés, most lehet-e árvíz, lesz-e árvíz, van-e ilyen veszély a Ráckevei Dunán és pontosabban Ráckevén? Hát azt kell erre válaszolnom, hogy a Ráckevei Dunán nincs árvízveszély, sose volt. Az utolsó tízes években, mióta a Ráckevei Duna a kvassai és a tasi zsilipek által gyakorlatilag állóvízként működik, az árvizek azóta ezzel a két műtárgy által ki vannak zárva. Magán a Nagy Dunán, ami azért Csepel-szigetet érinti, nem lehet kizárni az árvíz lehetőségét, hiszen a potenciális lehetőség fennáll a felhalmozódott nagy hómennyiség
ben, és ha ez együtt jönne egy hirtelen olvadással, illetve meleg esővel, akkor bizony várható árvíz a Dunának. Amennyiben úgy olvadna ez, hogy éjszaka fagy, nappal olvad, és nem kap hozzá meleg esőt, akkor bármekkora nagy hómennyiség is el tud apránként csorogni a Nagy Dunán. Tehát nem zárható ki a lehetősége összefoglalva, de ezt a legöregebb jó se tudja megmondani, hogy lesz-e, és ha lesz, mekkora. A belvíz vonatkozásában el kell mondani, hogy sokkal nagyobb a valószínűsége annak, hogy belvíz veszély vár ebbe területre, sőt, ma már szintén egy olyan 500-600 hektár területet, bevetett területet borít a belvíz, amelyeknek körülbelül kétharmada repce, egyharmada buza. Ez a terület víztakarás alatt van. A csatornáink alkalmasak arra, hogy a belvizet fogadják, de mint korábban elhangzott, nem mindig jutnak el ezen területekről a csatornáinkig a vizek. Tehát az úgynevezett üzemi csatornák vagy nincsenek karbantartva, és így nem alkalmasak a belvíz levezetésére. Mi szivattyúkkal állunk rendelkezésre, és szivattyú kapacitásokkal képesek vagyunk a belvizet levezetni és fogadni. Mint ismeretes, a ráckevei közigazgatási területen belül teljesen az önkormányzat engedélye nélkül egy cölöpsort vertek le. Ebben az esetben, miután engedély nélkül történt, jogos volt-e az önkormányzatnak az az elképzelése, hogy joga van kifszedni ezeket a cölöpöket? Kicsit pontosítani szeretném. Ehhez nem kellett volna önkormányzati engedély. Az önkormányzat véleményét mindenképpen figyelembe kellett volna venni, mint szakhatóságnak véleményét. Jelen esetben én jogosnak ítélem az engedély nélkül épült cölöpsor önkormányzat által történt.